Papróbert, Papír és Olló Papír és Olló jó barátok voltak. Miért van az, hogy ma már egymáshoz se szólnak? Pedig hajdanában egész más volt minden. Azt hitték, övéknél jobb barátság nincsen. Éjjel-nappal együtt mulatták a napot, sosem látták búsan az Ollót s a lapot. Hanem egyszer aztán rosszra fordult dolguk, mikor egy ceruza átírta a sorsuk. A kis piros cerka közéjük állt lassan, ezzel a barátság csitolt szépen halkan. A ceruza folyton a papírral játszott, ollónk erre persze dühös képet vágott. A kis cerka rajzolt a papírra szépet, piros szívet, almát, az olló csak nézett. A két régi hűtás nem beszélt már többé, mert a nagy barátság szerte foszlott köddé, Hogyha néha-néha találkoznak olykor, ilyenkor az olló a bosszúra gondol. Vágja a papíron a szeruza nyomát. Miért nem békülnek ki, ő tudja csak okát.